Ugyan a gazdálkodás költségei nem változtak az utóbbi időszakhoz képest, mégis a megszokottól jelentősen nagyobb összeg áll idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat rendelkezésére. A 2022-es költségvetés 3,6 milliárd forintról szól, amelyet az idei év első rendes közgyűlésén szavaztak meg a képviselők. Az előző évhez képest egy meglepően nagy összeg. Tudja közölni, hogy a megyei önkormányzatnak nincsenek intézményei, alkalmazottai is tulajdonképpen a hivatali létszámra korlátozódnak, ezért nagyon nagynak számít ez az összeg. Elsősorban a pályázatainknak, futópályázati programjainknak köszönhetően határmenti együttműködési programokban van egy nagyon nagy jelentőségű műemlékes pályázatunk, ez is benne van ebbe a költségvetési főösszegbe, és más futó pályázati programjaink, identitáspályázat, aztán majd benne lesz a jövőben a munkahogyi paktumnak a pályázati programjainak a nagyságrendje is, tehát ez indokolja ezt a nagy összegű számot. A közgyűlésen Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke a mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről tájékoztatta a közgyűlés tagjait. Veres János MSZP-s képviselő felszólalásában a támogatási rendszer átalakítását kezdeményezte. Sesták Oszkár válaszában elmondta, az illetékes bizottság foglalkozik a kérdéssel és szükség esetén felterjesztéssel él az Agrárminisztérium felé. A támogatási rendszereket olyan módon, ha bár az elmúlt években komoly átalakítások történtek, beavatkozások történtek ebbe, kellene átalakítani közgyűlés többségének a véleménye szerint, ami még inkább az élő munkaerő igényes ágazatokat, állattenyésztést, mezőgazdaságot segítik, és a ott felhasznált munkabér elszámolható lenne költségként a mezőgazdasági vállalkozásoknál. Ez tisztítaná a gazdaságot, illetve olyan gazdasági tevékenységet segíten elő, ami a puszta földalapú támogatásokról ezekre a gazdasági tevékenységekre, élő munkaerőigényes gazdasági tevékenységekre fordítaná a támogatási összegeket. A pénteki közgyűlésen megszülettek az első döntések a TOP Plus felhasználásáról is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkező több mint 150 milliárd forintból elsőként a kisebbrendű, 4 és 5 számjegyű utak felújítására fordít a megyei önkormányzat. Remélhetőleg hamarosan az irányítóhatóság jóvoltából nyilvánosságra kerül, hogy mely 4-5 számjegyű utak újulhatnak meg a megyében a immár a TOP Plus forrásaiból. Ez volt az első ebben a 7 éves periódusban a első döntésünk a TOP Plus-os forrásokról, és ez útról szól. Ez azt gondolom mindenkinek örömteli, hiszen a 4-5 számjegyű utak is felújításra szorulnak az autópálya és a főutak megújulása után. A képviselők elfogadták a Kölcsei Televízió idei évre vonatkozó üzleti és pénzügyi gazdasági tervét is. A megyei közgyűlés elnöke a következő rendes ülés időpontját május közepére tűzte ki.